Amikor a kezembe nyomnak egy mikrofont, akkor rögtön az ember beszél, és néha olyan is kijön a száján, amit nem szeretne. Márki-Zay Péter utólag így magyarázta az egyik tegnapi mondatát. Az ATV-nek azokról a párbeszédes politikusokról beszélt, akik beálltak Dobrev Klára mögé. Nem csak Karácsony Gergelyt árulják el ezzel, hanem a hazánkat. Bár később bocsánatot kért, Dobrev Klára szerint az elmúlt napok nyilatkozataival átlépett egy határt. Márki-Zay Péter belerúgott a Jobbikba, belerúgott az MSZP-be, a párbeszédbe, az LMP-be, amikor éppen úgy kívánta érdeke. Az a baj, hogy ezzel a magatartással az elmúlt napokban megsértette az ellenzéki szavazókat is, a támogatókat is. Nem lehet ostobának, nem lehet Fidesz-bérencnek nevezni azokat, akik a másikra szavaznak. Dobrev Klára szerint Márki-Zay Péter gyűlölködést hozott a kampányba, és ezzel az összefogást veszélyezteti. Értem én, és ráadásul ismerem is azt a politikát, amit egy kicsit ilyen tesztoszteron és a hiúság fű. Tele van vele a világ. De ha ez a politika az ellenzéki összefogást gyengíti, az már nem magánügy. Az már valamennyiünk ügye. Nekem az a dolgom, hogy ne becsüljem alá ezt a veszélyt, hanem megvédjem az ellenzéki hatpárti összefogást. Ezzel egy időben Márki-Zay Péter is az összefogás veszélyeztetésével vádolta Dobrev Klárát. Közleményt adott ki arról, hogy a DK jelöltje hazug gyűlöletkampányt folytat ellene, ami már a családját és a gyerekeit sem kíméli. Zalaegerszegen is erről beszélt a támogatóinak. Nézzék meg, hogy ha éppen nem a fideszes trollok, akkor éppen a DK szimpatizánsai micsoda gyűlöletkampányt folytatnak a Facebookon. Hogy ők még nem értették meg azt, hogy ennek a 30 éves háborúnak csak szeretettel lehet véget vetni. Márki-Zay Péter néhány napja azt ajánlotta Dobrev Klárának, hogy adjanak ki közös nyilatkozatot arról, hogy bármi lesz az eredmény, támogatják egymást. Ez végül nem sikerült. Dobrev Klára szerint azért, mert ő szeretett volna egy mondatot arról, hogy a kampányban nem lehet alaptalanul vádaskodni. Márki-Zay Péter viszont úgy emlékszik, a DK azt akarta beleírni, hogy mindkettejüknek egyforma esélye lenne Orbán Viktor ellen.